A mai evangéliumban Jézus imáját halljuk. Imádkozzék minden emberért, aki őt követi, akit az Atya neki adta. Mindenki, aki hisz Jézusba és elfogadja tanítását, örök élete van. Mi az örök élet? Erre a kérdésre is választ kapunk. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél, mondja Jézus. Az a mi feladatunk, megismerni Jézust és az Atyát, aki őt küldött. Itt a Földön teljes mértékben ez a megismerés lehetetlen, mert hiányos a kapcsolatunk Istennel és a befogadó képességünk. A földi életünkben, amire képesek vagyunk, ez az, hogy megismerjük Jézus tanítását, amelynek két fő mondani való van. Az egyik megismerni az igazságot, amely az, hogy Jézus az Atyától jött. A másik hittel elfogadni, hogy az Atya küldte őt a világban. Ha ezt a két gondolatot elfogadjuk, akkor nyitva lesz előttünk az örök élet kapuja.